Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ugye láttátok a címet, mi a bajom a fiatalokkal. Előre látok egy valaki kommentet, hogy mi lesz. Egyik rész az, hogy miért nem a saját korosztályommal foglalkozok. Ezt is el fogom mondani. Előjáróban annyit, hogy azért nem, mert valóban igen, minden korosztályban vannak bajok, csak az arányok rohadtul nem mindegyek szerintem. És azt látom, hogy igenis rengeteg kivétel van, nagyon sok tisztelet tudó, okos, normális fiatal van, és rengeteget ismerek, sőt, többségük az. Csak arányában, ahogy telnek az évek, és mivel rengeteg fiatalat találkozok a, a munkáimnak köszönhetően, ennek az aránya, a, a kretén fiatalok aránya egyre jobban nő. Hogy konkrétan mire gondolok, legjobb lesz, ha elmondok egy példát, ami most történt velem, talán meg fogjátok érteni az egészet. És jobban át lehet így látni ezt a dolgot. Én videókat nem csak itt a Youtube-on osztalatok meg, hanem a, a Facebookon is. Biztos sokan tudjátok, sokkal régebbi dolgok is vannak ott. És ott is van egy, egy közösség, aki követget, nézegetnek, megosztják, stb. stb. Gondolom, is vannak itt is, ott is, aki mind a két oldalon ezt látja. Oda is jönnek rengeteg kommentek, jó, rossz, stb. Ezzel nincs is bajom. Mindig azt szokták, szokják mondani az emberek, hogy a negatív kritikát is el kell tudni viselni. Egyetértünk, Viszont én úgy gondolom, hogy te hülye, kopasz, geci, ez nem negatív kritika. Az én olvasatomban nem. Attól függetlenül ezzel sem el szoktam foglalkozni, mert lepereg rólam megszoktam, viszont néha vannak olyan dolgok, amit úgy érzem, hogy nem tudok szó hagyni. Tehát mondom, ha valakinek nem tetszik valamelyik videóm, és ott neki kell egy értelmes vitát nyitni, hajlandó vagyok, nem azt is, vitatkozni valamiről, persze, ha van időm, mivel nem egész nap a, a Youtube meg a Facebook előtt ücsörgök, nincs nem sok kommentre időm válaszolni, ha tudok, igen, ha nem, nem, Tehát elmondom ezt a történetet. Facebook, pénteken egyszer csak azt veszem észre, jönnek az üzenetek, mint az állat, ez hozzászól, az hozzászól, nézegetem minősíthetetlen stílusba, különböző emberkék oltanak le, nem a videóimat, hanem engem milyen lelki problémáim vannak nekem, hogy én videózgatok, meg így, hogy nézek ki, meg hogy stb. stb. Nem akarom fokozni, de, de egész a családtagjaim emlegetéséig minden. Igazából mondom, csak így nézek döbbente, hogy ez miatt tökre, mintha egy ilyen hacker támadásért volna. Ugye szokásom ilyenkor megnézni az adatlapját azon, akik így, 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 finoman beszólogatnak nekem mindenféle ok nélkül. Látom, hogy milyen egyforma korosztályú gyerekek, ilyen 20 év körüliek, és mind egy településről tehát teljesen véletlenül, 5-6-an, nem is tudom hányan fiúk, lányok, egy helyről. Na mondom, a fiatalok összejöttek, úgy látszik, megittak két korsó sört, vagy elszívtak valami okosságot, és kurvára kemények lettek. Nem szóltam semmit, szépen fogtam, törögettem őket, és letiltogattam. Aztán jött a másnap, én úgy gondoltam, hogy ezt nem fog mennyibe hagyni. Most senki ne gondolja azt, hogy én fogom magam, és akkor elmegyek itt, keresgetni embereket és erődemonstrációt fog tartani. Ezerok ok miatt nem. Egy, marhár nem érdekel. Kettő, nem fog gyerekekkel karatézni. Három, nincs kedvem börtönbe menni, és még sorolhatnám, sorolhatnám. Hát mindig jönnek ezek a felajánlások ilyen emberekkel, akik egy összeszólalkozok, hogy itt találkozunk, ott találkozunk, amott találkozunk. Én ha kell, nagyon elmegyek, de tudom, hogy ott fogok eltűkeringeni a város főterén, és véletlenül sem, se fog senki mellette meg ha oda is jön, akkor 600 darab telefonnal, kamerával, kísérőkkel fölszerelve, hogyha esetleg mondjuk megfújnál is kis haját a szél, azt annak köszönhetné, hogyha hogy pillámgyorsan üvöltve hanyat magát, mintha én szamurájkarral épp fel akarnám darabolni. Tehát pillanatokat az meg lenne magyarázva, és megint csak a rendőrségen ücsörögnék. Ebben nem akarok belemenni. De mondom a főjok, az, hogy, hogy nem is nagyon érdekel. Viszont úgy gondoltam, hogy a fiatalokat egy picit meg fogom leckéztetni, és csináltam egy videót, Amiben elmondtam azt, hogy kifotóztam az összes profilt, kifotóztam a negatív kommentjeiteket, ki fogom posztolni a Facebookon az üzenőfalamra, ott is több mint 20 ezeren követnek, valamint ugye a nevek alapján, mert nem mindenkit Kovács Pistának hívnak, meg fogom keresni a szüleiteket, elküldöm nekik, valamint mivel látszik, hogy szerintem még iskolába jártok, ha oda jártok esetleg, akkor a, a tanári karnak is ezt el fogom postázni, de főleg a szüleiteknek, hogy lássák azt, hogy milyen, milyen fost sikerült nekik a világra szarni. Nekem igenis, ha tetszik nektek, ha nem, ez amikor egy 20 éves gyerek, egy 50 éves palinak mindenféle ok nélkül, csak azért, mert neki nem szimpatikus, az anyját, a családját, mindenét elkezdjük szidogatni, ez igenis nekem a fos kategória. Tehát az, hogy nekem mondjuk nem tetszett, nekem nem neki mondjuk a videóim, vagy esetleg én nem vagyok szimpatikus, el tudom fogadni. Lehet, hogy én, én túl egyszerű ember vagyok, Soha nem értettem azt, hogy ha valaki nem ért egyet ezekkel a videókkal, nem tetszik neki, mondom, vagy a tartalma, vagy én nem tetszek neki, csupán csak így a pofám, akkor mi a retkes fasznak nézegeti? Nem értem. Minek? Tehát én is látok rengeteg mindent itt a Youtube-on, akár a Facebookon. on eszembe nem üt, hogy mit tudom, mint látok egy dagadt embert, és elkezdem ott fikázgatni össze-vissza, hogy te milyen rohadt kövér vagy. Marhára nem tud érdekelni. Rohadtul nem fogom, tovább megyek, tovább megyek. Ha idegesít, akkor vagy letiltom, vagy törlöm. Ilyen egyszerű. Miért nem lehet ezt velem csinálni? Tudom, miért nem. Urak kitalálták, hogy most marha menők lesznek. Megtalálnak egy ember két, aki valamilyen szinten egy picit ismertebb, és majd ők, ők, egy biztonsági távolságból persze, majd jól lefikáznak engem. Na, elküldtem ezt a, ezt a videót, amiről beszéltem, majd egyik, egyikük tiltását feloldottam, és elküldtem neki egy kis üzenetet, hogy arany bogaram, akkor most jövök, nézd meg ezt a videót, és akkor viseljétek a következményeit. Majd jött a szombat délután, mi a éjszaka dolgozom, lefeküdtem aludni, fölkelek, és nézem a telefonomat, Facebook üzenet, bizonyos szolgáltatásaimat lekorlátozták. Hát képzeljétek el, a fiatal ember, <tosz> az érvei jogosak, tehát valóban, hogyha te kiposztolgatsz mindenféle profilt, meg kommenteket, az ő engedélye nélkül ez valóban sért személyiségi jogokat. Fogta és jelentette ezt a videót. Roppant férfias, nem? Roppant. Tehát az, hogy ő, meg a haverjai, barátai engem a szarba fikáznak, azt nem kell jelenteni. Tehát az természetes dolog. Mikor neki lehet valami kellemetlen, akkor azonnal jelenteni kell. Most azt kérdeztétek, hogy én miért nem jelentettem ezeket a dolgokat, én soha semmit nem szoktam jelenteni. Én máshogy nőttem fel, másba. Tudjátok, én nagyon sokat kaptam az életem folyamán ezt, azt, amost. engem rendőrségen még feljelentést tenni nem látott senki. Vagy meg tudtam oldani a saját kereteimen belül, vagy akkor maradt annyiba a dolog. Elviseltem, elhortam lábon. De ez a jelentgetés, meg ilyesmi, ez nem az én világom azokat szoktam letiltani, akik mondom, ilyen prosztó parasztok, és nem vagyok erre kíváncsi, hogy a posztjaim alatt mindenféle tűrhő Józsinak a kommentjei ott legyenek. De ez jelentés nem az én világom. Na, ugye lehet tiltva pár szolgáltatásom, majd az úri ember egy nap után ír nekem egy kis üzenetet, tudván, hogy nem tudok válaszolni, mi van Lacika? Csak nem letiltottak. Nem tudom Erő, mi a véleményetek, de nekem az, hogy ez szánalmas. Én most már igazából nem nagyon értettem, hogy a fiatal lányok miért keresik idősebb palitársaságát, hát innentől ez a rohadt tiszta. Tehát én ezt, ha nő lennék, én akkor se tudnám csinálni. Ugye ha keverem a szart, mondom, amikor annak jön valamilyen felelősség vonzata, akkor azonnal menekülök valaki mögé, valami mögé. Nem állok bele. Külön, mert elmondom nektek, eszembe nem jutott volna kiposztolgatni semmit. Egyrészt, mert tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy mivel jár. A másik, hogy még ezekkel az emberekkel se tudnék ilyen geci lenni. Csak szerettem volna, ha átérzik ennek a súlyát. Hát nem sikerült, megoldották. <hállt> Így elmesélve ezt a sztorit, ezért, ezért van bajom a fiatalokkal általában, hogy van egy rohadt nagy arc, egy rohadt nagy öntudat, a nagy semmire, és ha csinálok valami lószart, én, mint fiatal, akkor vagy apu, anyu, vagy rendőrség, vagy mindenképpen valami olyan dolog után nyulok, amitől nekem egyszerűbb lesz elkerülni bármilyen felelősség Ennyit szerettem volna ebbe az ügybe elmondani. Nagyon kíváncsi, hogy vagy nem. És a kérdésem pedig az lenne, hogy ti néztek-e olyan videót, és mondatok-e olyanról bármilyen véleményt, ami titeket marhára nem értek el. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!